Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Magyarok kenyere program. A nehézségek ellenére egyre több búzát adományoznak a gazdák. Adj vért, hogy mások is túlélhessék. A légimentők hívták fel a véradás fontosságára a figyelmet. Mik a rejtett céljai a reklámoknak? Újabb érdekes előadást szervezett a Mátyás Corvinus Kollégium. Sportágválasztót tartottak Szexszárdon. 18 helyszínen közel 300 gyereket vártak a szervezők. Az ASZÁ és a háború okozta nehézségek ellenére is több búzát adományoztak a Tolna megyei gazdák rászorulóknak idén, mint tavaly. Ez derült ki a Magyarok Kenyere Program átadó ünnepségén. A kezdeményezés 2011 óta segíti az ország határain belül és azon túl is a nehézségek között élőket. Taps fogadta az adományozók levél átadását. Idén a Máltai Szeretett Szolgálat Szexszárdi csoportját támogatták a Magyarok Kenyere Program keretében Tolna megyében. A hazai és a határon túli gazdák 10 tonna búzát ajánlottak fel, amiből 7,5 tonna liszt készül. Tolna megyében 3 önkéntes máltai csoport van. Egy Szexszárdon működik, egy Dunaföldváron, egy pedig Bonyhádon. Most a mi hármas összefogásunkon keresztül egyrésztről ugye ezen a 3 településen, illetve a megyének a többi településére is el fogjuk juttatni olyan emberekhez, akik rászorulnak. A Magyarok Kenyere Program 2011-ben indult, akkor a gazdák összesen 10 tonna gabonát gyűjtöttek össze. A kezdeményezés az évek alatt egyre népszerűbb lett, és folyamatosan nő a búza mennyisége. Az idei évben, annak ellenére, hogy ilyen aszályos időjárás volt, én azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk a Tolna megyei gazdálkodókra, mert több búza gyűlt össze, mint a tavalyi évben. Ez 10,3 tonna lett, a 4 gyűjtőponton ennyi gabonát adtak össze a gazdálkodók. Zsikó Zoltán, a kezdeményezés Tolna megyei nagykövete azt mondja, boldogsággal tölti el, hogy azt látja, a magyar gazdák az ASZÁ és a háború okozta nehézségek ellenére is egyre többet adományoznak rászoruló embereknek. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a lisztmennyiség és ez a búzamennyiség és egyáltalán az adakozó kedv az a jövőben is csak erősödjön. Nagyon-nagyon köszönjük a gazdáknak, és köszönjük minden jó akaratú magyar embernek, aki sokat dolgozik azért, hogy ez a program ez évről évre sikeresebb lehessen. A most odaítélt 7,5 tonna búzát várhatóan az őrlést követően novemberben kezdi szétosztani a Máltai Szeretett Szolgálat Tolna megyében. Több mint 684 millió forint többlettámogatást ítélt meg a kormánya a Szexszárdi Ipari Park fejlesztéséhez. A magyar közlönyben is megjelent határozat értelmében a TOP pályázaton nyert, így már összesen 2,8 milliárd forintból 3 új termelő tevékenységre alkalmas csarnok épül a településen. A beruházás során meglévő raktárépületek felújítása és energetikai korszerűsítése is megvalósul. A projekt részeként a közel 2 km hosszú belső úthálózat mentén közvilágítást, járdákat, vagyonvédelmi rendszert építenek ki, valamint bővül az elektromos hálózat kapacitása. A felújítási, valamint az új épületek kivitelezési munkáira irányuló közbeszerzési eljárások hamarosan lezárulnak, és várhatóan októberben elkezdődhet az építkezés. Felmérik Szexszárdon a lakosság barna kőszén igényét. Az önkormányzat ezzel a belügyminisztérium kérésének tesz eleget. Ha valaki ilyen fűtőanyagot használna otthon, akkor azt egy nyomtatványon kell jelezni, ami letöltött a város honlapjáról és átvehető a polgármesteri hivatal portaszolgálatánál is. Fontos, hogy egy háztartásból csak egy igényt vesznek figyelembe, és nem lehet nagyobb mennyiséget megadni, mint amennyi az ingatlan kifűtéséhez egy téli szezon alatt szükséges. Vizsgaelnököknek szervezett képzést a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ennek célja, hogy felkészítsék a pályázókat a jövőbeni feladataikra. Az oktatás felmérővel zárult. Egy ágazati alapoktatás és az azt követő szakirányú oktatásra tagolódik. A jövőbeni vizsgaelnököknek tartott oktatást a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara, ugyanis ahhoz, hogy a pályázók felvételt nyerjenek, a névjegyzékbe egy tréningen kell részt venniük. Az új pályázók mellett minden évben lehetőséget biztosítunk a már névjegyzékben szereplő elnököknek, vizsgafelügyelőknek is, hogy részt vegyenek a tréningen ismeret megújítás céljából. A tréning végén ők is
vizsgát tesznek az új pályázókkal együtt. Vizsgaelnök csak az lehet, aki legalább mesteroklevéllel, illetve 10 év szakmai gyakorlattal rendelkezik. Ezeken a képzéseken nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a vizsgaelnökök és a vizsgafelügyelőknek milyen feladatai is vannak. Nagy általánosságban ezek egyformák, ők felelnek a vizsgának a szabályszerű lebonyolításáért, átvizsgálják a tanulóknak, illetve a képzésben résztvevő személyeknek az iratait, ellenőrzik, hogy teljesítettek-e minden felvételt. Hogyha a gyakorlati vizsga olyan helyen van és megköveteli az előírás, akkor munka- és tűzvédelmi oktatást tart nekik. A résztvevőknek az előadás zárásaként egy ellenőrző tesztkérdéssort kellett megválaszolniuk. A következő képzésre októberben kerül sor, akkor a vizsgafelügyelőknek kell számot tenni tudásukról. A vadon élő rókákat idén ősszel is immunizálják veszettség ellen. Az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az őszi repülőgépes róka vakcinázás október 1-én kezdődik. Kiemelték, a kampány nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. 2021 óta minden mentőhelikopteren található 2 egység vér, hogy a súlyos sérülteket a lehető legmegfelelőbb módon el tudják látni, már a baleset helyszínén. Ennek az utánpótlása azonban még nem teljesen biztosított, ezért szerveztek véradást a légimentők az ország 7 pontján így Szekszárdon is. A Tolna megyei helyszínt a Babits Mihály Kulturális Központ adta, a mentőhelikopter pedig a közeli Prometheus Parkban állomásozott. Mentőhelikopter szállt le a szekszárdi Prometheus Parkba péntek délelőtt, de senkinek sem kell aggódnia, hiszen nem bevetésre, véradásra érkeztek. A rendhagyó programot második alkalommal szervezte meg a Magyarországi Légimentésért Alapítvány, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft., a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Ne felejtsük el, hogy vérre bármikor bárkinek szüksége lehet. Ezért fontos lenne, hogy azok a 18 és 60 év közötti emberek, akik egészségesnek érzik magukat, úgy gondoljanak a véradásra, mint a segítségnyújtás egy lehetséges formájára, amely ráadásul nagyon különleges és egyedi, hiszen semmi mással nem pótolható segítséget ad a gyógyulásra váró betegeknek. Ezen a napon az ország mind a 7 légimentőbázisának közvetlen közelségében egyszerre szerveztek véradást, aminek különlegessége az volt, hogy a mentőhelikopterek az adott helyszínen állomásoztak, onnan riasztották őket, ha szükség volt rájuk. Véradás az mindig fontos, hiszen betegek életét menthetjük meg vele, és azt tudni kell, hogy 2021 óta minden egyes helikopteren rendelkezésre áll 2 egység nulla negatív vér, amit súlyos esetekben ugye azonnal a helyszínen be tudunk adni, és ezzel növelni tudjuk a sérülteknek a túlélési esélyét. Ezért is került sor a rendkívüli megmozdulásra. Tolna megyében a Babits Mihály Kulturális Központ adott otthont az eseménynek. Egy véradással 3 ember életét lehet megmenteni, és itt az előbb, amit említettem, ezek mellé, a társadalmi összefogások mellé mi mindig odaállunk, lehetőséget, feltételt biztosítunk, ugyanúgy, mint a város bármely pontján. Jelenleg Pécs-Pogányon működik a legközelebbi légimentőbázis, de várhatóan néhány héten belül birtokba vehetik az új, modern épületet már Szekszárdon. Kenguruk szöktek meg egy háztól Szekszárdon. A Facebookon több nézőnk is jelezte, hogy 2 egzotikus állatot láttak a városban. Úgy tudjuk, azóta az egyiket már sikerült befogni. A képeken vélhetően Bennett kenguruk vannak. Ezek akkorák, mint egy kutya, és nagyon félénkek, az emberre nem jelentenek veszélyt. Ha valaki találkozik a még szabadon ugráló állattal, érdemes a szekszárdi kutyamenhelyet hívnia. További 2 embernél igazoltak majomhimlő fertőzést a Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában a múlt héten. Ezzel 77-re nőtt a Magyarországon diagnosztizált esetek száma. Az új fertőzöttek egy 25 és egy 38 éves férfi otthonukban elkülönítve tartózkodnak, kórházi kezelés egyikük esetében sem szükséges. A területileg illetékes járványügyi hatóság valamennyi betegnél vizsgálatot végez. A betegség a nyirokcsomók duzzanatával és nem specifikus tünetekkel kezdődik, mely lehet láz, hidegrázás, izomfájdalom, hátfájdalom, fejfájás és fáradtság. Manipulálnak-e bennünket a reklámok?
milyen szándékok vannak mögöttük. Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kerestek választ sok játékos feladattal a Matthias Corvinus Kollégium legújabb előadásán. A reklámok rejtett tartalmairól tartott előadás Bartusz Dobosi László, a Matthias Corvinus Kollégium irodalomért és kultúráért felelős oktatója. Az interaktív programon leginkább diákok vettek részt, akiknek játékos feladatokkal, kis videókkal és meghökkentő termék megjelenítésekkel is fűszerezték az előadást. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy ne legyen olyan téma, ami tabu a gyerekek előtt, és ezek közül az egyik nagyon izgalmas dolog a reklámoknak a helye, szerepe, és ebben az egész reklámőrületben, amiben élünk, ebben a fogyasztói társadalomban, szerintem ez egy olyan téma, amiről beszélni kell. Próbálom felvillantani azokat a cseleket, trükköket, amivel a reklámok próbálnak minket befolyásolni, hogy megvegyünk esetleg olyan dolgokat is, amiket nem szeretnénk. Az előadó arra is kitért, hogy ma már nem piackutatást végeznek a reklámcégek, hanem sokkal inkább a piacnak az alakítását. Tehát nem azt mérik fel, hogy mire van szükség, hanem a fogyasztók óra alá dörgölik a kínálatot, így az emberek egy idő után azt hiszik, hogy ők tényleg szeretnék megvásárolni az adott terméket. A legérzékenyebb, a leginkább támadható korosztály az a két végén van, a gyerekek és az idősebbek, és hát minthogy mi lehetséggondozással foglalkozunk, most én a gyerekeknek hoztam egy ilyen viccesebb, humorosabb, beszélgetősebb formában ezt a témát. Legtöbb mindennapi döntésünk tudatalatti szinten születik meg, ezért nagyon érzékenyek vagyunk minden olyan kísérletre, amely tudatalat próbál meg minket befolyásolni. Erről szólnak a reklámok is. Hogyan vehetjük észre a különféle módszereket, amikkel igyekeznek manipulálni minket, illetve hogyan tehetünk ellenük? Erről is szó esett az előadáson. Két év kihagyás után rendezték meg újra a Szekszárdon a nagy sportág választót, aminek a célja az volt, hogy a szervezők minél több mozgásformával ismertessék meg a fiatalokat. Számos sportág mutatkozott be a szeptember 23-án tartott sportág válaszon a Szekszárdi Sportközpontban. A rendezvényre 9 iskolából jöttek el a diákok, a szervezők a 14 óráig tartó programra közel 300 gyermeket vártak. A sportegyesületek közül 18 szervezet fogadta el a meghívást, így az érdeklődő gyerekek bármit kipróbálhattak, amihez csak kedvük volt. Hát nagyon jó. Eddig voltunk már boxolni, táncolni, pingpongozni, és most jöttünk ide kosarazni. A szekszárdi egyesületek örömmel vették a felkérést a rendezvényre, hiszen ez nem csupán egy sportesemény, hanem a sportágak gyakorlati kipróbálását teszi lehetővé az érdeklődő diákok számára, abból a célból, hogy a sportágak közötti választást, a döntést elősegítse. Most egyelőre még csak pár osztály volt itt nálunk, és ugyanezt látom. Nagyon tetszett nekik az, hogy ki lehet próbálni, tehát nem csak nézni lehet egy adott sportágat, hanem ki is lehet próbálni, és szinte úgy kellett őket elzavarni. A programot a Szekszárdi Sportközpont, a Polip Ifjúsági Egyesület és a Szekszárdi Ifjúsági Diák Önkormányzat közösen szervezte meg. A regionális híreink következnek. Új erőmű, kevesebb gázigény, csökkenti az energiafüggőségét Kaposvár. Finom falatok és közlekedésbiztonság, a kerékpárosokat hívták meg reggelire Pécsen. Szabaduló szoba és emberkereskedelem, különleges bemutató. A számítások szerint a kaposvári háztartások kétharmada átlagfogyasztónak minősül. Vagyis a gáz és az áramszámláik nem fognak jelentősen emelkedni. Akiknek pedig igen, azoknak a város a rezsivédelmi alapból támogatást nyújt. Kaposváron jelenleg 6900 lakásban és 305 közintézményben van távfűtés. A szolgáltatás lakossági árai ugyan nem emelkednek, de a zavartalan működéshez szükséges gázt a város az eddigi 1,3 milliárd forintos éves díj helyett csak a következő hónapokban 7 milliárd forintért tudja beszerezni. Ezért is van hatalmas jelentősége annak, hogy a zöld fűtőmű próbaüzeme a tervezetnél fél évvel korábban már most decemberben elindulhat. Ez a létesítmény ugyanis jelentősen csökkenti majd a Somogyi megyeszékhely energiafüggőségét, illetve gázvásárlási kényszerét, és segíthet kedvező szinten tartani a tarifákat. A zöld fűtőművel, amikor beindul a következő fűtési szezonba, az egységnyi energia meleg előállítása a mostaninak a tizedébe fog kerülni. Gondoljanak bele, a tizedébe a zöld fűtőműnél.
A zöld fűtőmű, ha beindul falpríték tüzelési kazányaival, ki fogja váltani a földgáz 57%-át, a maradék a kapcsolt energia lesz, és csak 7%-ot kell földgázból pótolnunk. De ezt a 7%-ot is csak akkor kell, hogyha nagyon hideg van télen. A kaposvári háztartások kétharmada a felmérések szerint átlagfogyasztónak minősül, amelyek a rezsicsökkentésnek köszönhetően továbbra sem piaci áron kapják a gázt és az áramot. Aki viszont rászorul a segítségre, azt a város támogatni fogja a rezsivédelmi alapból. Mindenkin nem lehet segíteni, mert nem tudunk, de lehetőség szerint mindenkinek nyújtsunk valami segítséget. De van egy sorrendiség. A sorrendiség az első. Kaposvár város lakói. Nagyon örülök neki, hogy Kaposvár város lakói továbbra is megkapták azt a lehetőséget, hogy rezsicsökkentett árat fizetessenek. Ezzel együtt a kaposvári intézmények és létesítmények fűtése, illetve világítása piaci árakon óriási plusz teher most a városi költségvetésnek. Az igazgatók, intézményvezetők, az energetikai szakemberek és a döntéshozók ezekben a napokban dolgozzák ki azokat a takarékossági intézkedéseket, amelyek ezek működőképességéhez szükségesek. Megalakult a Magyar Egyetemek Fenntarthatósági Platformja, aminek kezdeményezője a Pécsi Tudományegyetem volt. Ehhez 14 hazai egyetem csatlakozott és írta alá a keretmegállapodást csütörtökön a Baranyai megye székhelyen. A szövetség célja a fenntarthatóság témakörben a jó gyakorlatok egymás közötti megosztása. Használt mobiltelefonokat gyűjtenek a Pécsi Egyetemen. Erről, vagyis a Passzold Vissza Tesó akcióról számoltunk be korábban. Ez is egy olyan eseménysorozat, ami kapcsolódik a fenntarthatósághoz, a környezetvédelméhez. Ez már a PTS szenátusi terme. Itt találkozott 14 hazai egyetem képviselője csütörtökön. A fenntarthatósággal kapcsolatos keretmegállapodást kötöttek, amit Pécsről kezdeményeztek, mondja az egyetemet működtető alapítvány vezetőségi tagja. Kezdeményeztük azt, hogy a magyarországi egyetemek egy közös olyan fenntarthatósági platformot hozzanak létre, amiben egyrészt van közös cselekvés, amiben megvan a lehetőség arra, hogy például energiatudatosság kérdésében, vagy akár a mobilitás kérdésében olyan új technológiákat, lehetőségeket vezessenek be, ami biztos vagyok benne, hogy távlatosan nem csak Magyarországnak, hanem egyáltalán a Európának és a globális világnak is javára szolgál. Az aláíráson részt vett a Technológiai és Ipari Minisztérium környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkára is. Az emberiség egy közös kihívással néz szembe, és ennek a közös globális kihívásnak lokális megoldása is kellene, hogy legyenek, és ennek kiváló alkalma az, hogy itt a magyar egyetemek összefognak, és a magyar egyetemek az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak érdekében egy olyan akcióprogramot, programtervet dolgoznak ki, amelyben ezt az együttműködést a magyar viszonyokra tudják adoptálni. Magyarország 2050-re tűzte ki a klímasemlegesség elérését. 2013-ban készült ehhez egy keretstratégia az országgyűlésben, ami meghatározta, milyen felelőssége van a fenntarthatóság kialakításában a különböző szintű intézményeknek, a társadalomnak. Ehhez igazodik a most megkötött egyetemközi megállapodás is. Helyi termelőktől származó ízletes finomságok várták a biciklivel közlekedőket szeptember 22-én Pécsen. Az autómentes nap alkalmából ugyanis bringás reggelit rendeztek a Széchenyi téren. A kerékpárosoknak emellett gravíroztatásra is nyílt lehetőségük a rendőrségnek köszönhetően. Nem sokkal reggel 7 óra után kisebb tömeg gyűlt össze a Pécsi Széchenyi téren. Nem véletlenül, hiszen szeptember 22-e az autómentes nap. Ebből az alkalomból pedig bringás reggelire várták a kerékpárral érkezőket. Megkérdeztük a bicikliseket, ők mikor használják ezt a közlekedési módot. Én egyetemistaként gyakorlatilag 7 évig csak kerékpárral közlekedtem itt Pécset. Azóta már van autóm és a munkám miatt sajnos hát azzal járok, de nagyon... A belvárosban biciklivel járok, de nagyon fontosnak tartom azért, hogy az emberek minél többen kerékpározzanak a környezettudatosság jegyében. Egyrészt, amikor tehetem, akkor munkába, illetve a városon belül, és kis túrákat is szoktunk tenni, leginkább Orrfű oda-vissza.
arra is van pár ötlet, hogyan lehetne rábírni az autósokat, hogy ők is a bringázást válasszák. Talán, hogyha akár a munkáltatók részéről bizonyos támogatás járna, azért akár az eszköz megvásárlására, vagy akár nem tudom, kilométer támogatásként, hogyha valaki lecseréli a bringára az autót. A bringás reggelit egyébként idén második alkalommal rendezte meg az Ökováros Ökorégió, valamint a Zöld Híd Alapítvány. A kerékpárosok pedig nem üres kézzel távoztak. Igyekeztünk olyan reggelivel várni őket, ami helyi termék, illetve az ital pedig 100%-os gyümölcslés, üveg csomagolásban, úgyhogy a kínálatnál is fontosnak tartottuk, hogy legyen egy zöld üzenete, tehát nem csak az autómentesség, hanem a fenntartható fogyasztást is próbáljuk ezáltal továbbadni. Az eseményen emellett a rendőrség is részt vett a Bike Safe elnevezésű programmal. Ennek keretében kerékpár gravírozásra is nyílt lehetőség, illetve a biztonságos közlekedésre is felhívták a figyelmet. Szabadulószoba segítségével ismerkedhetnek meg az emberkereskedelem áldozataival az érdeklődők. A szabaduló szobának berendezett lakókocsi szeptember 19-e és 30-a között Magyarországra érkezett a holland rendőrség és a Pécsi Tudományegyetem emberkereskedelem elleni kutatócsoportjának szervezésében. Egy lány valós történetén keresztül mutatják be a problémát. Lakókocsi a Pécsi Fürdő utcában. Szabaduló szobának rendezték be a járművet a holland rendőrök. Így mesélnek el egy történetet a feladatokon keresztül. Ez egy lánynak a története, amit megismerhetünk itt 10 percben, amiről mesél. Nyilván ez egy szomorú dolog, meg a híradásokból is azért lehet hallani, hogy visznek el lányokat, fiúkat ilyesmi munkára, úgymond. Át kell gondolni, hogy mi mit tehetünk az ügy érdekében, hogy megállítsuk adott esetben. Nagyon fontos, hogy egy ilyen társadalmi problémára felhívjuk a figyelmet, mint például ez. És hát nagyon elkeserítő, hogy napjainkban ilyen megtörténhet. És alapvetően ez a játék, ez pontosan erre egy jó dolog, hogy a szélesebb körben megismertessük ezt a problémát. Mondja ez a két érdeklődő, akik kipróbálták a szabaduló szobát. A történet egy olyan magyar lányról szól, akit elraboltak otthonról, és prostitúcióra kényszerítették külföldön. A játékosoknak ebből a lakóautóból kell kiszabadulniuk, feladatok megoldásával jutnak közelebb ehhez. Végül elnyerik a szabadságot, mint ahogyan a történetben szereplő lánynak is sikerült végül. Így mutatják be az emberkereskedelem világát. A szabaduló szoba, a szabaduló busz a szexuális kizsákmányolásra koncentrál, és egy valódi megtörtént eset alapján próbálja ezt rekonstruálni, de ennél sokkal tágabb a spektrum. Beletartoznak gyermekek mindenféle kizsákmányolása, akár a modernkori rabszolgaság, illetve bármi, ami a személyi szabadság korlátozásával és elvonásával jár, fogságban tartás bármilyen okból, tehát hogyha belemegyünk ennek a problémának a mélyére, akkor azt látjuk, hogy messze túlmutat a szexuális kizsákmányoláson. Senki nem tudja, hogy valójában mekkora problémáról is van szó, hiszen nagyon magas a látencia az emberkereskedelem területén. Sok eset marad rejtve, tudtuk meg a jogi kar vezetőjétől. A holland rendőrség lakóautója az egyetemi karon alakult emberkereskedelem elleni kutatócsoport meghívására érkezett hazánkba. Most pedig mutatjuk Tolna megye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Magyarok kenyere program. A nehézségek ellenére egyre több búzát adományoznak a gazdák. Adj vért, hogy mások is túlélhessék. A légimentők hívták fel a véradás fontosságára a figyelmet. Mik a rejtett céljai a reklámoknak? Újabb érdekes előadást szervezett a Mátyás Corvinus Kollégium. Sportágválasztót tartottak Szexárdon. 18 helyszínen közel 300 gyereket vártak a szervezők. Szombaton emelkedik a hőmérséklet, megközelíti az évszakos átlagot. Változó vastagságú fátyol felhőzet mellett szűrt napsütéses idő ígérkezik. Csapadékra estig nem kell számítani. Vasárnap borongós idő várható, hétfőn is sok lesz a felhő, de átmeneti időszakokra kisüthet a nap. Napközben csak elvétve éjszaka sokfelé várható újabb eső, helyenként jelentős mennyiségben. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket.
Ha látnak valamit, ami önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!